ugye rosszul kezdtük a bajnokságot, tehát első 4 mérkőzésből csak 2 pontunk volt, ugyanakkor mi nem éreztünk olyan feszültséget vagy nyomást, hála itt a vezetőknek, illetve annak, hogy azért ezek a mérkőzések olyanok voltak, hogy a játékunk az többet mutatott, mint amit pontokba kihoztunk belőle. Hát és jó magasra tették a mércét, mi lehet jövőre ezek után a cél? Tehát helyezésben nagyon nehéz gondolkodni, tehát ez egy nagyon jó kérdés. Azt mondom, hogy a célnak annak kell lenni, hogy fejlődjünk csapatjátékba, még szervezettebbek legyünk, még fegyelmezettebbek legyünk, és hát van egy-két olyan újítás, amit szeretnék megcsinálni csapatszinten. Tehát most ebben konkrétan nem mennék bele, de ez ahhoz vezethet, hogy egy stabil csapat leszünk a továbbiakban is, tehát nem is helyezésbe gondolkodunk, hanem abban, hogy fejlődjünk tovább. Nyilván az, hogy egy csapat hányadik helyen végez, rengeteg összetevője van. Elég egyet mondani, a riválisok hogyan fognak fejlődni, hogyan fognak erősíteni, tehát a futballban ellenfelek is vannak, ezen is sok fog múlni. Egyet viszont ígérhetek, hogy ősszel is olyan Paksot fognak látni, mint amit most láttak, a játékosok fognak hajtani, fognak küzdeni, és amit csinálnak, azt tudatosan fogják csinálni. Az Európa Ligában mekkorát lehet álmodni? Rengeteg függ a sorsolástól, hiszen már első körben is lehet olyan csapatot kapni, ahol nem mi leszünk egyértelműen az esélyesek, viszont lehet olyat is kapni, ahol talán mi leszünk az esélyesebbek, bár a mai nemzetközi futballban nyilván itt már majdnem minden 50-50. Én azt mondom, hogy ha jó lesz a sorsolásunk, akkor képesek lehetünk ott is bravúrra. És ugye a Paks a magyar játékosokra helyezi a hangsúlyt. Ez mennyire a koncepció része, és mennyire inkább a szükség szüli? Nem, ez egyértelműen a klubnak a stratégiája, hogy magyar játékosok játszanak. Tehát ezt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nekünk semmilyen problémánk nincs a külföldi játékosokkal. Én is dolgoztam régebbi klubomnál, vagy klubjaimnál, többel, akikkel meg voltam elégedve. Itt viszont az a stratégia, hogy a magyar fiatalok kapjanak lehetőséget. Tehát itt abszolút nincs gond a külföldi játékosokkal, de továbbra is ezt az utat szeretné a klub is járni, és nyilván én is ennek vagyok a részese, így továbbra is magyar játékosokba gondolkodunk. És hogyha olcsón meg lehet szerezni mondjuk egy, hát nem azt mondom, hogy világklasszis, de egy nagyon jó játékost, akkor arra is inkább nemet mondanának? Igen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy semmiféleképpen nem térünk el ettől, a stratégiától, már csak azért sem, mert jelenleg úgy néz ki, hogy egyrészt ez működik, másrészt pedig azt mondom, hogy tényleg így a magyar fiatalok kapnak lehetőséget, tehát mi nem gondolkodunk, minket már eljutottunk odaig, meg sem keresnek azzal, hogy ez ennyire ide jönne, ez nagyon megérni, tehát ilyen telefonokat már nem is kapunk. És milyen posztokon kell megerősíteni a Paksot? Nagyon sok embert, ahogy említettem, nem szeretnénk igazolni, kimondottan csak olyanokat, akik egyértelműen erősítést jelentenek, illetve az, hogy a taktikai repertoárt szeretnénk bővíteni. Éppen ezért szeretnénk egy támadót igazolni, mindenféleképpen egy gyors, mozgékony támadót, illetve szeretnénk egy olyan játékost is igazolni, aki több poszton bevethető, megvan a rutinja, nem titok, tehát azért komoly NB1-es múlt áll mögötte, és illetve még a középpályára is szeretnénk egyet.